Branka Tonkovics az egyik népszerű szabadkai fodrászat tulajdonosa a szalonját szépíti. Szeretné hasznosan tölteni a hirtelen jött sok szabad idejét. A fodrásznő állandó vendégkörrel rendelkezik, ebben a nehéz időszakban nem feledkezik meg a 65 évnél idősebb hölgyekről. Elintézi helyettük a bevásárlást és az egyéb teendőket. Nem fogadhatunk vendégeket. Az a kérdés, hogy miből éljünk meg. Nagyon rossz a mostani helyzet, nem vagyunk ilyen szituációhoz szokva. Baranyi Eleonóra vállalkozása sokrétű szolgáltatásokat kínál. A szépségápolás mellett az egészség megőrzéssel is foglalkoznak. A természetgyógyász kozmetikus azt mondja, hónapokig is eltarthat, míg a mikro és kisvállalkozások talpra állnak. Én úgy gondolom, hogy ennek a helyzetnek a bekövetkeztével azonnali segítség kellene, hogy legyen, és nem pedig haladék, hogy majd egyszer. Környező országokat, ha nézzek, akkor itt az adóeltörlések egy nagyon konkrét lépések, amelyek arra irányulnak, hogy a magánvállalkozók meg tudják tartani a cégüket. Tehát nekünk nem a közeljövőben van segítségre szükségünk, úgy gondolom, hanem most ebben az adott pillanatban. Tehát március, ha nézem, akkor ott már nem volt forgalom 15-től. Az edzőtermek sem dolgoznak, ezen a területen is jelentős problémákkal kell szembenézniük az üzemeltetőknek. Vastag Emil azt mondja, nem tudja a jövőben, miből fizeti ki a munkavállalói bérét. Komoly problémában vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, mert be van tiltva az edzőtermeknek az üzemeltetése, és éppen most, amikor ugye a legnagyobb a kereslet az edzőtermekre. Én megelégednék azzal is, hogyha a munkások a bérüket egész mértékben meg tudnák kapni, mert nincsen semmilyen bevételi lehetőségünk se. A szabadkai, szépségiparban tevékenykedő vállalkozók azt mondják, jól jön majd az államtól kapott támogatás, nekik azonban már most nagy szükségük lenne a segítségre. Az üzemeltetési költségeket a rendkívüli állapot idején is fizetniük kell.